Stúdióban megérkeztek a vitánk résztvevői, Csuha Ildik az ATV főmunkatársa. Jó estét kívánok! Kacsó Dániel Mandiner főszerkesztő helyettese, szervusz! Jó estét! Nincs olyan magára valamit adó újság, lap, internetes portál, aki ne számolt volna be erről a bizonyos brüsszeli konferenciáról, aminek a tárgyalását, az élménybeszámolóját hallhattuk itt Szalai Zoltántól. Közben zajlik a sajtóban az ügy keretezése is. Latman Tamás egy új fogalmat vezetett be, azt mondta, hogy ennek a NatCon konferencia betiltása csupán egy helyi hülye túlkapása volt, elszigetelt jelenség, semmi köze a rendszerhez. Mi a véleményetek, Ildikó? Ugye már itt a stúdión kívül is beszéltünk erről. Mindenki erről beszél. Igen, most ez megkerülhetetlen, sőt, tegnap Danival vitáztunk is már erről, de akkor ezt még nem láttuk, ezt a véleményt. Én azt hozzátenném, hogy nem egyetlen kerületi polgármesternek volt ez a döntése, előtte már a brüsszeli polgármester és egy másik kerületi polgármester is hozott egy ilyen döntést, vagy hát felkérte a hatóságokat, a rendőrséget, illetve a szervezőket meg, akik otthont adtak volna ennek a rendezvénynek, hogy tiltsák be valamilyen oknál fogva, legfőképp a közrend megzavarására való hivatkozással. Azok az legkevesebb három helyi hülye eddig. Hát igen, de közrend megzavarásra, bocsánat, csak annyit pontosítani, a harmadik hülye, a polgármester, ő azért azt is hozzátett, hogy nem látjuk szívesen az általa szélső jobboldaliként identifikált jobboldali felszólókat, aminek nincs köze nagyon a közrendhez szerintem feltétlenül. Igen, a Facebook posztjában vagy az X-en ő ezt egyértelműen leírta, hogy ilyen hangokat ő nem szeretne hallani Brüsszelben, és itt ugye azt már elég sokan elmondták, Alexander De Croo, a belga miniszterelnök is, hogy alkotmányos alapjog a szólásszabadság és a gyülekezési jog, és ez nem tűr meg semmilyen értéknarratívára való hivatkozást, sőt a magyar alkotmány, az alkotmánybíróság ugye azt is kimondta, hogy még az igazság tartalmát sem kell, hogy vizsgálják annak, ami elhangzik. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen érvelés az nem bontja ki az alkotmányosság minden részletét. Oké, hogy az Ildikó jog területén marad, de mondjuk Brüsszel kozmopolita imázsához mennyire illik egy ilyen otromba kísérlet, politikai elnyomási kísérlet? Túl azon is itt az imént az előző interjúban is hallottunk újabb részleteket, hogy itt azért még ilyen apróbbnak tűnő, nevezzük szemétkedésnek, betartások is voltak, hogy hogyan viszik el az egyik tulajdonos autóját, hogyan nem sikerül a catering céget rávenni, hogy mégiscsak hozzon ételt. Tehát kialakítottak egy olyan hangulatot, egy közhangulatot felerősítettek, hogy ezt a rendezvényt, ezt nem látják szívesen, nem akarják meghallani, ami ott elhangzik, sőt nem akarnak hozzájárulni polgármesterek, intézők, ki tudja kik még a háttérből, hogy elhangozzanak azok az érvek, amik egyébként nagyon fontosak egy ilyen európai jövőjéről szóló vitának az egyik oldalán elfoglalók érveiről van szó, minthogyha ezek szerint ez egy olyan vita lenne a szubszidiaritásra és a sajtószabadságra és a szólásszabadságra és a demokráciára folyton hivatkozó uniós vezetők részéről, hogy addig lehet ezeket a véleményeket elfogadni, mert milyen hangoznak el. Azért mondjuk azt meg, hogy a másik vélemény uniós nem vezetők részéről hangoztak el ezek az érvek. Tehát egy kerületi polgármesterről van szó, meg Brüsszel polgármesteréről, tehát nem uniós intézményvezetőkről van szó. Igen, de ezen kívül még két miniszterelnök is. Ez egy szimbolikus történet szerintem, és ahány szereplője volt ennek a történetnek, akkor minimum meg feltételezem, hogyha uniós vezetők tudtak róla, ők is közbeavatkozhattak volna adott esetben. Ezt csak a legnagyobb sajtófelolvadást követően tették meg, és csak egy megjegyzés, fordítsuk meg ezt, és tegyük ide Budapestre, a Momentum, vagy bármelyik, mondjuk egy globalista Európai szocialisták tartanak egy rendezvényt, ahol a Európai Egyesült Államok, mint egy kialakítandó célkitűzés beszélnek, mondjuk az LMBT jogokban a legszélsőségesebb álláspontot foglalják el, majd vagy egyetlen egy fideszes polgármester úgy dönt, idézőjelben egy hülye, hogy ezt nem engedi, hogy megtartsák. Hát vajon ki hinné el, hogy nem Orbán Viktor szólt le, hogy nem tartatják meg. Probléma volt ez. Így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyszerre szimbolikus, és azért talán még annál is. Én azzal vitáznék, hogy ez ott Brüsszelbe uniós intézményi vezetők álláspontját tükrözte volna, és azt sem mondanám, hogy a hatalmas sajtóvízhangok nyomására változtatták volna meg a véleményüket. Alexander De Croo miniszterelnök egy másfél-két óra múlva posztolta a véleményét. Én akkor még nem láttam olyan nagyon ellenséges sajtóvízhangokat, pláne ott nem, de három
miniszterelnök mondta azt, hogy ez szembe megy mindenfajta alkotmányos alapelvvel. Miért és nem az uniós szólaltak fel az unió vezetői ebben az ügyben? Az unió jövőjéről szóló vitáról hoz kapcsolódóan tartották a konferenciát, választott politikusok és egykori választott politikusok szólaltak föl. Bocsánat, ha én az Európai Unió bármelyik vezető székében ülnék, én szeretném tisztázni az álláspontom ez ügyben, hogy senki ne gondolja még véletlenül is azt, hogy közön van ahhoz, hogy nem rendezhetnek meg egy ilyen konferenciát. Ugye az Európai Parlamentben a miniszterelnök úr is beszélhetett, vagy a lehetőség ott volt, és a volt lengyel miniszterelnök Morawiecki is. Én még arra rátérnék, hogy ha már szóba került ez a konferencia, hogy azt láttuk, hogy amikor viszont másnap a Orbán Viktor miniszterelnök is elmondhatta az előadását, akkor a migrációs válságról beszélt, és hogy itt az első lépésnél meg kell akadályozni, hogy illegális migránsok ide bejöjjenek, vagy itt várakozzanak addig, amíg nem döntik el, hogy ők egyáltalán itt maradhatnak-e, a menedékjogi kérelmük jogos-e vagy sem, az unokákra való hivatkozással. És ugye már itt a te műsorodban mondta el Vitályos Eszter, hogy az uniós migrációs paktumot minden lehet, jogi fórumon, vagy az összes lehetséges jogi eszköz. Igen, megpróbálják megtámadni, hiszen krízis helyzetben vagy befogad valaki illegális migránst, vagy 20 ezer eurót fizet, viszont ebben a szabályozásban van egy olyan passzus, amit mindig elfelejtenek mondani, és mindig Gázáról és sok mindenről lehet beszélni, de hogy ki lehet kerülni a befogadást, illetve azt, hogy fizessen valaki, hogyha intézményi és személyes segítségnyújtást vállal. Tehát nem csak ez a két nagyon végletes opció van, vagy legalábbis az a nagyon végletes opció, amivel a magyar miniszterelnök szokott. Igen, de azért ezzel kapcsolatban itt azért megjegyezném, hogy az Európai Parlament ritkán olyan megosztott, mint ennek a paktumnak az elfogadásánál. És Donald Tusk, aki finoman szólva sem a jelenlegi miniszterelnök, jelenlegi harcostársa volt korábban az Donald Tusk, de most, hogy mondjam, az egyik legnagyobb ellenfele, lábjegyzett Márki-Zay Péternek kampányolt az előző kampányban, tehát kvázi Orbán Viktor leváltásán dolgozott egy másik ország politikusaként, de most nem is erre akarok utalni, pont ebben a kérdésben. Elmondta, hogy nincs helye. De ebben a kérdésben még ő is Orbán Viktorral fúj egy követ, és határozottan kiállt amellett, hogy Lengyelország nem fogja végrehajtani ennek a migrációs paktumnak a rendelkezéseit, és erre még Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is azt mondta, hogy ennek a két úrnak van igaza. Tehát én azt gondolom, hogy itt még egy komoly harc van, egy komoly ellenállás, és azért félő, hogy ez is a tétje. De ugye legfőképp a Tusk miatt mondta ezt, ott a fehér-orosz-lengyel határon történt tumultuózus jelenetek. Hát én is azt feltételezem, hogy ha csak Orbán Viktor mondta volna, akkor nem lett volna empatikus, hogy Donald Tusk az ő egyik kedvenc. Megígérte volna, hogy napirendre tűzik ezt a kérdést. Picit beszéljünk belpolitikáról, kérlek, néhány perccel ezelőtt itt az adásban Brenner Koloman azt mondta, hogy néhány napon belül a Jobbik fórumain döntés születik az ő visszalépéséről, azzal indokolta, hogy figyelik ők is a számokat, az esélyeket latolgatják, és azt is hozzátette, hogy amennyiben döntés születik, akkor az egyetlen lehetséges szereplő, aki a javára visszaléphet, ő az Vitézi Dávid. Ti mit olvastok ki ebből, Ildikó? Hát nyilván elsősorban azt, hogy ők is nézik a közvéleménykutatásokat. Legutóbb én a Pulzusnak a kutatását láttam, március 27-én jelent meg, és ebből nyilván egyértelműen kiderült, hogy nincs esélye, néhány százalékot tudna szerezni, és ez a Jobbiknak mi valószínűleg... Pont Vitézi Dávid? Jobbik LMP? Szövetség. Azért én azt így megnézném, hogy Vitézi Dávid mit mond erre a felajánlásra, vagy Ungár Péter. Valószínűleg minden fővárosi voksnak örülnek. Most az általam hivatkozott közvéleménykutatás szerint Vitézi Dávid áll a második helyen, vagy állt legalábbis még március végén a második helyen. Valószínűleg ez is egy megfontolás tárgya, vagy ők is... arra gondoltak, vagy azt a politikai térben valahová középre szeretnék pozícionálni magukat, és ezért nem szeretnének se Karácsony mellé, se eleget bírálták ők is Karácsony Gergelyt, meg Orbán Viktort is a parlamentben, tehát azt gondolom, hogy egyértelműen. Vajon a szavazók mennyire lesznek nyitottak erre, Dani?
Hát jó kérdés, az úgy tűnik, szerintem ez nem az újdonság erejével hat bárkire is, hogy Brenner Coloman nem a legesélyesebb jelölt volt ebben a versenyben eddig sem. Valóban az a nagy kérdés, hogy egy jobbikos szavazó, bármennyire is nem egy nagy táborról beszélünk, hajlandó-e leszavazni egy Vitézi Dávidra, kötőjel egy LMP-s jelöltre, kötőjel egy LMP-s listára, hogy tetszik, hiszen most már ez a kettőt együtt kell nézni a fővárosi közgyűlésnek, ismét listákból bejutó politikusok lesznek a tagjai. Én nem lepődök meg annyira ezen a bejelentésen, lehet, hogy lesznek még visszalépők, az viszont biztosnak tűnik, amit Karácsony Gergely pedzeget, hogy Szentkirály Alexander nem fog visszatérni, nagyon visszalépni, nagyon határozott vállalásokat tett, és épp most volt egy igen impozáns kampányítója, ahol láthatóan az eltökéltségét is bizonyította, és szerintem ő most föl fog jönni a következő időszakban, most fog igazán belehúzni, úgyhogy ezek a számok még abszolút képlékenyek. Hát erről van ugye egy... A nyilvánosságban egy nagy vita, hogy kit pozícionálunk Karácsony Gergely első számú kihívójának, Vitézi Dávidot vagy Szentkirályi Alexandrát. Mondtad, hogy a nagy kérdés, hogy a Jobbik szavazó bázisa vajon szavaz-e majd Vitézire. Azt gondolom, hogy az igazi nagy kérdés az, hogy a végén, a kampány finisben valaki visszalép-e, Szentkirályi Alexandra vagy Vitézi Dávid. Ugye, amit mondtál, Szentkirályi Alexandra azt mondta, hogy ő végig viszi, igen, és kizártnak Vitézi tartja. Dávid is azt Vitézi mondta. Dávid is ugyanezt mondta minden lehetséges fórumon, és ez logikus is, hiszen amennyiben nem tud Szentkirályi Alexandra győzni, és Karácsony Gergely marad a főpolgármester, akkor ebből a mi hazánkos módosításból is az következik, hogy az az eminens célja a kormánypártoknak is, hogy akkor bénakacsa legyen Karácsony Gergely és a fővárosi közgyűlésben a DK-s tömb és a Momentumosokkal szemben alakuljon ki egy olyan többség, ami a Fidesz céljait szolgálja, és Szentkirályi Alexandra frakcióvezető. Tekintve Gyurcsány Ferencnek milyen befolyása van az elmúlt 5 évben a fővárosi közgyűlésben, nevezetesen többsége, és milyen fontos emberei ülnek fontos pozíciókban, Karácsony Gergely már most is béna kacsa, az elmúlt években is az volt, tehát ez ilyen szempontból már mindegy lesz. Tehát Karácsony Gergelynek is lehet zsarolási potenciája, nem? Valószínűleg nem fog visszalépni, de visszalépésben Karácsony Gergelynek van a legerősebb tapasztalata, biztos, a legutóbbi villamosos visszalépése az igen erősen sikerült, de ezt inkább csak viccnek szántam itt a vége felé, mert Vitézi Dávidot idézted, Dani. Igen, igen. Akkor ez véletlen volt. Csúha Ildikó, Kacsó Dániel, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.